Köszöntöm a Szuma nézőit! A Szolnok Televízió hírösszefoglaló műsorában ezúttal is a hét legfontosabb eseményeiről számolunk be. Novemberre befejeződnek a munkák a Széchenyi lakótelepen. A beruházásnak köszönhetően 400 méteren újul meg a körút, új lámpás kereszteződést is kialakítanak majd a lakótelepen, ezzel pedig 4-re nő a biztonságos átkelőhelyek száma. Festik az útburkolati jeleket a Széchenyi lakótelepen. A felújítás jó ütemben halad. A munkálatoknak a nagy része elkészült. Egy 400 méteres szakaszon történt egy pályaszerkezet felújítás, ami tényleges szerkezet felújítás a szakasz 80%-án, és a fennmaradó 20%-on marással, illetve újra szőnyegezéssel történt meg a közlekedési felületnek a javítás. Kicserélték a szegélyköveket és a buszmegállókat is átépítették. Lassan végéhez közeledik a Széchenyi körút felújítása. Szintén ennek a projektnek a része egy 60-70 méteres szennyvíznyomócsőnek a cseréje. Ennek a munkálatait a kivitelező elkezdte szeptember 14-én, és előre láthatóan november közepére végez ezzel a munkával. Ezzel kapcsolatosan az a jó hír, hogy ez minimálisan fogja zavarni, illetve zavarja a közlekedőket. A Malomúti buszmegállót ideglenesen áthelyezik majd. A Czakó-Elemér úti csatlakozásnál mélyépítési munkák folynak, ez átfúrással történik. Ez a lámpás kereszteződés kialakításának a része. Itt hamarosan egy lámpás kereszteződés kerül kialakításra. Most az alapozási munkák, illetve a vezeték átvezetéshez szükséges védőcsöveknek az elhelyezése van folyamatban. Ezek a munkák csak a gyalogos forgalmat korlátozzák némiképp. Így hamarosan egy kulturált, forgalmi lámpákkal irányított csomópontot adnak át. Ezzel együtt pedig 4 lámpás gyalog átkelőhely lesz a Széchenyi lakótelepen. Végéhez közeledik a vízpart körúti fejlesztés sorozat. 152 millió forintból 32 út kap új burkolatot, már csak egy út szavár aszfaltozásra. Itt az Erzsébet utcában még kavics burkolatú a talaj, már nem sokáig, ugyanis végéhez közeledik a vízpart körúti fejlesztés. Ebben a térségben nem volt szennyvíz hálózat. A polgármester megígérte, hogy a város saját erejéből, önerejéből megépíti a szennyvízhálózatot, és ezt követően valamennyi utat helyreállítunk, illetve azokat az utakat, amelyek nem voltak burkolva, azok burkolatot kapnak. Most a szennyvízhálózat az elkészült, talán az utolsó kapavágás több mint 2 éve történt. Szerencsére a kormány támogatással sikerült elővarázsolni a forrásokat is, és ebben az évben 32 útnak a burkolati lezárásával elmutatjuk, hogy ez a projekt, ez az ígéret, ez teljesülni fog. Jelenleg is dolgoznak a területen, patkarendezés van folyamatban. A területen még várható a csatorna tetőknek a színbehelyezése, illetve szintén a projekt keretében a korábban felületi burkoláson átesett utakban keletkezett hibáknak a javítása is megvalósul, így várhatják a térségben élők az elsős időszakot is, most már minden utcát tulajdonképpen portalanított, zárt felületi úton lehet megközelíteni. A projekt 152 millió forintba került és 32 utcát érintett. Mart aszfalttal és bitumen emulziós átitatással készült minden út, ami korlátozza a terhelhetőséget, ezért kitiltották a 7,5 tonnás tehergépkocsikat a térségből. Teljes útzárat rendeltek el a Madács utcában kedden délután. A megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy kamion mentése miatt kellett lezárni az utcát. A jármű alatt ugyanis beszakadt az út. A balesetet a vízvezeték repedése okozta.
Nem mindennapi látvány fogadta tegnap délután a Madách utcában közlekedőket. Ahogy a felvételeken is jól látszik, a kamion alatt beszakadt az út. A járművet a katasztrófa védelem munkatársai ezzel a speciális darúval tudták csak kiemelni. A balesetet a vízvezeték repedése okozta. Az ivóvíz gerincvezetéken keletkezett egy rejtett csőrepedés, amely sajnos nem a földfelszínre tört föl, hanem a vezeték mellett futó szennyvíz csatornába talált utat, mély kiüregelődést okozva. A víz- és csatornaművek szakemberei ma feltárták a meghibásodott ivóvízvezeték helyét, és megkezdték a hiba elhárítást. A vízszolgáltatás ismét akadálytalanul működik az utcában. Az érintett területen élőknek azonban az elkövetkező napokban további munkálatokra kell számítaniuk. A csatorna vezeték nyomvonala feletti üregelődést, kiüregelődést fel kell tárnunk. Ez egy körülbelül 10 méter hosszú földmunka lesz. 3 méternél mélyebb a csatorna vezeték. Azt is ugye meg kell keresni, hogy van-e sérülés rajta, ahová befolyt a víz. Úgyhogy a csatorna vezeték megkeresése, megjavítása még további napokat fog igénybe venni. A szolgáltató a lakosság türelmét kéri. A javítási munkálatok végéig az utcában megváltozott a forgalmi rend, amit tábla is jelez a közlekedőknek. Folytatódott a szolnoki hősök elismerése. A pandémia alatti önzetlen tevékenységért Horváth Károly és Szabovik Tamás is kiérdemelte az önkormányzat köszönetét. Mindketten más területen vállaltak szerepet a nehéz időszakban. Bevásárlás, orvoshoz történő eljuttatás vagy csomagfeladás többek között ezekben a mindennapi tevékenységekben segítette a Széchenyi városrészben élő időseket Horváth Károly a pandémia alatt. Segítségére már a vírus előtt is számíthattak, az arra rászorultak. Tevékenységét a város a szolnoki hősök felhívás keretében gravírozott kristályüvegdíjjal ismerte el. Egyszer valaki megkért valamire, és én segítettem neki. És akkor ez így kiterjedt ez a kör, hogy úgy mondjam, és egyre többen lettek. És akkor tudták, hogy tudom én segítek a hölgynek kimenni a temetőbe, és akkor rendbe rakjuk a sírt meg, stb. És akkor más is jött velem. A város hőseként emléklapot vehetett át Szabovik Tamás, aki a csapatával az elmúlt időszakban rendszeresen tisztítja a Tisza és Zagyva ártereit, és akciót szervezett a fecskék megmentésére. Az önkénteskedést a család és a munka mellett a pandémia alatt is kitartóan végezte, ezért a tevékenységért szolnok hőseként emléklapot vehetett át. Legelőször munkából hazafele menet biciklizés közben láttam több alkalommal, hogy koszos a gátoldal, és egyszer csak gondoltam egyet, hogy következő alkalommal összeszedem a szemetet, amit tudok, és hát ez már odáig növekedett szerencsére, hogy már egy kisebb csapat van velem, vagy én vagyok a csapat tagja, már nem is tudom pontosan, és így a pandémia idején is hát sokat tettünk azért, hogy tisztább legyen Szolnok környezete. A két díjazott a hivatalos díjátadó ünnepségen szeptember 2-án nem tudott részt venni. Számukra ezért a mai napon adták át az elismeréseket. Mind a ketten felterjesztéseket kaptak, mind a kettőjüknél az jelent meg, hogy nagyon sokat segítettek a köznek abban, hogy a pandémia időszakában nagyobb biztonságban tudjunk élni, és ez azt gondolom, hogy tiszteletre méltó. A szolnoki hősök felhívásra több mint 40 felterjesztés érkezett. A díjakat olyan magánszemélyek, illetve munkahelyi közösség vehette át, akik a pandémia idején kiemelkedő önkéntes munkát végeztek a lakosság körében. Előválasztási vitafórumot tartott az ellenzék. Jásznagykun Szolnok megye egyes számú választókerületében hárman ültek egy asztalhoz, hogy bemutassák programjukat. Dr. Kármán Irén, Sziráki Pált és Tóth Áront gazdaságról, turizmusról, közlekedésről és úthálózatról, oktatásról, valamint egyéb választókerületet érintő témakörökről kérdezték. Sziráki Pál, dr. Kármán Irén és Tóth Áron mind a változásért küzdenek, de most az ellenzéki előválasztáson egymás kőkemény ellenfelei. Így hirdették a pénteki vitafórumot, melyen a három jelölt ütköztette elképzeléseit. Ahogyan mondták, a cél közös, csak a tervekben lehetnek különbségek. Az együttműködő hat párt közös programon dolgozik, mondta a dr. Kármán Irén hozzátéve, az elképzelések közt kardinális különbségek azért nincsenek. A Momentum következetesen az euró bevezetése mellett, a finn típusú oktatási rendszer mellett, illetve a 4 napos munkahét mellett áll ki és kardoskodik, és úgy gondolja,
hogy ennek nagyon komoly gazdaságélénkítő hatásai lennének, illetve emellett nagyon komoly a zöld programja a Momentumnak. Bitára szükség van, mondta Tóth Áron, aki bízik benne, hogy az ellenzék és a kormányoldal képviselőinek részvételével is lehet majd hasonló találkozókat szervezni. A jelölt hangsúlyozta, az őt támogató LMP-nek van a legmarkánsabb zöld politikája. Ezen felül, amit még nagyon fontosnak tartok, a Szolnok közlekedésének az átalakítása, illetve Szolnok versenyképességének a növelése, hogy akár olyan turisztikai beruházások legyenek, hogy megérje ebbe a városba eljönni, akár külföldről, akár máshonnan az országból, és 3-4 napot minőségi programokkal eltölteni. A vitának és magának az előválasztásnak a tétje, hogy kiderüljön, ki az a személy, aki indulhat a Fidesz jelöltjével szemben, mondta Sziráki Pál, kinek céljai közt szerepel a választókerület útjainak és a közösségi közlekedésnek a rendbetétele. 2003-tól 2010-ig Szolnokon üzemelt a legalacsonyabb átlag életkorú autóbuszpark az országban. És mi voltunk a példaképek. Na, ezt a rendszert tönkretették, de tönkretették a helyi közösségi közlekedés rendszerét is, hogy személyesen is egy nagy kihívás számomra, hogy ezt újra kell építeni. Az előválasztásnak egy győztese lehet, mondták a jelöltek, akik abban egyetértettek, hogy a győztes mögé beállni morális kötelesség lesz. Egy 1733-ból származó a város és a Váci püspök között köttetett szerződés eredeti példányához jutott egy szolnoki fiatalember. A latin nyelvű dokumentum arról szól, hogy a város bírái és elöljárói nevében a helyiek vállalják a Xaveri Szent Ferenc kápolna fenntartását. Rendkívüli, a város múltjának egyik igen fontos részletéről szóló eredeti dokumentum került egy szolnoki gyűjtő tulajdonába. Az egyik közösségi oldal gyűjtői csoportjában kínáltak megvételre két 18. századi szolnoki vonatkozású levelet. Az az érdekes, hogy ezt a levelet úgy vettem meg, hogy fogalmam sem volt, hogy mit veszek. Lutri volt az egész, mert ilyen régi levelek, dokumentumok nem minden nap kerülnek elő Szolnokról, mondhatni nagyon ritkák. Ezt miután megvettem, egy-két napig a fiókomba lapult, majd sikerült időpontot egyeztetnem a levéltárral, bevittem, és ott tájékoztattak róla, hogy ez egy igen érdekes és Szolnokváros számára fontos kordokumentum. A 18. századi pestis járvány után a szolnokiak fogadalmat tettek, hogy templomot állítanak megmenekülésük emlékére, és ezt a kápolnát Xaveri Szent Ferencnek ajánlják. Ez a kápolna 1733-as átadásáról szóló dokumentum, amikor is Szolnokváros bírái és vezetői elmentek a Váci Egyházmegyéhez, a püspökhöz átvenni ezt az épületet, illetve műszaki fenntartásáról garanciát vállaltak ekkor ebben a szerződésben. A latin nyelven fogalmazott levél hivatalos fordítása a levéltárban készül. Az 1733. júliusában keltezett dokumentumon a város úgynevezett száraz pecsétje is látható. A hivatalos pecséten viszont nem a pelikán szerepel, vagyis ekkor még nem lehetett az utódait a saját vérével tápláló madár a város címerállata. Elismerték Szolnok legnagyobb közösségi terét, az egykori tüdőkórház helyén kialakított Ormos Imre Parkot. Az Európai Unió által kiírt pályázaton harmadik lett Szolnok. 13 ország, köztük Magyarország is csatlakozott az Európai Unió több zöld várost Európának kampányához. A zöldítő akcióban Szolnok is részt vett. A különleges versenyben minden olyan település indulhatott, ahol 5 éven belül megvalósult olyan projekt, amely a lakókörnyezetben lévő zöld infrastruktúra hozzáadott értékét megfelelően használja fel. A bírálat során figyelembe vették a növényzet minőségét, egyediségét, a klímára és környezetre gyakorolt hatását és az innovatív jelleget. Az önkormányzatunk a Városüzemeltetési Kft.-vel közösen benyújtotta az Ormos Imre Parknak a megvalósulási terveit, illetve magának a kivitelezésnek az eredményét. Bemutattuk a parkot, az ott kialakult zöld területeket, illetve magának a tüdőkórháznak az eltüntetését, és ezzel a pályázattal harmadik díjat nyertük, ami
elismerésre méltó. Az országosan is elismert parkra méltán lehet büszke a város, tette hozzá az alpolgármester. Ezeket a területeket üzemeltetni kell, ami további forrásokat igényel. A kulturált zöld részekre vigyázni is kell, ami pedig már az állampolgárok felelőssége is. Az Ormos Imre Park reggel 7-től este 8-ig tart nyitva, épségére 6 térfigyelő kamera vigyáz. Az egykori tüdőkórház helyén létesített 20 ezer négyzetméteres, mindenre alkalmas játszótér kedvelt a városlakók körében. A bronzérmes park névadója korának elismert botanikusa volt. Az 1947-es tervezésnél még arra is ügyelt, hogy a fák és cserjék között egyetlen se legyen allergén. Ma már kávézó és mosdó, valamint egy kerékpártároló szolgálja a parkba érkezők kényelmét. Kutyával, elektromos rollerrel és biciklivel tilos a park területére menni. Mint ahogyan újdonság az is, hogy ez a város első olyan parkja, melynek egész területén tilos a dohányzás. Szeptember 18-án és 25-én lomtalanítás lesz a megyeszékhelyen. Az első időpont a város déli, a második pedig az északi részén élőket érinti. A lomtalanítást végző társaság ügyvezető igazgatója kérdésünkre elmondta, ahogy minden évben, így most is a klasszikus lomokat lehet kitenni az utcára. A lomtalanítás során a közterületfelügyelők és a rendőrök is járják majd a várost, biztosítva a begyűjtést. Ez a térkép mutatja, hogy melyik napon a város mely részén tart lomtalanítási akciót a szolgáltató. Szeptember 18-án a déli, szeptember 25-én pedig az északi város részben járja majd a gyűjtőautó az utakat. Szeptember 18-án a régi 4-estől délreső városrészekben gyűjtjük a lomot, szeptember 25-én pedig a régi 4-estől északra eső városrészeken járják végig a kollégák az utcákat. Arra szeretnénk kérni a szolnoki lakosokat, hogy lehetőleg kora reggel tegyék ki a lomot az utcára, lehetőleg próbáljuk elkerülni a lomizóknak a péntek estét, mint olyan tevékenységet, ami a hulladékot széttúrja, és nagyon kellemetlen egyrészt összeszedni, másrészt a városlakóknak is kellemetlenséget okoz. 2020-ban a lomtalanítás során 686.880 kg hulladékot gyűjtött be a társaság. Ez a nagy mennyiségű kidobásra ítélt tárgy pedig évről évre vonza a guberálókat is, ami sok problémát okoz. Rontja a városképet és egészségügyi kockázata is van a hulladék széthordásának. Az elmúlt években jó és rossz tapasztalataink is voltak. Szerencsére a közterületfelügyelet, illetve a rendőrség ilyenkor fokozottan van az utcán. Én úgy gondolom, hogy ha az idő jó lesz, és pedig úgy tűnik, hogy jó lesz az idő, és a lakosok fegyelmezettek lesznek, akkor, mint az elmúlt évben, most is nagyon szépen, rugalmasan tudjuk majd a lomtalanítást végezni. A lomtalanítás során az utcára a klasszikus lomhulladékot lehet kihelyezni, amit a szolgáltató ingyenesen elszállít. Ilyenek például az ágyak, szekrények, székek. Ami fontos, építési és bontási hulladékot, veszélyes hulladékot, zöld hulladékot és elektronikai hulladékot nem szállítanak el, így azokat senki ne tegye ki az utcára. Fokozott rendőri ellenőrzés az utakon jövő hét szerdáig tart a Figyelem az útra elnevezésű nemzetközi akció, melyben elsősorban a sofőrök mobiltelefon, valamint a biztonsági öv használatát ellenőrzik a rendőrök. Szolnok több forgalmas útszakaszán is találkozhatunk rendőrökkel. Tapasztalat, hogy még mindig nagyon sokan vezetnek szabálytalanul. A figyelem az utakra terelődött. Mobiltelefont használni vagy GPS-t állítani, az autóban, a rádióban zenét keresni, vezetés közben ugyanis tilos. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek szeptember 16-ától kezdődően fokozott ellenőrzést hirdetett, melyhez hazánk is csatlakozott. Az akció részeként a megyében szinte bárhol találkozhatunk igazoltató rendőrökkel. Talán legszembetűnőbb a mobilozók kiszűrése, de nem ez az egyetlen balesetet okozó tényező. Akár a GPS eszköznek a nyomkodása, illetve bármilyen zenelejátszó vagy filmnézésére alkalmas eszközről is szó van, mert nyilván ezek a figyelmet nagyban elvonják a közútról, ami történik előttünk. Szolnokon legtöbbször talán az Ötvös térnél láthatjuk az igazoltató rendőröket, ma is dolgoztak. Figyelték a biztonsági öv használatát is. Többször találkozunk olyan esettel, hogy egy biztonsági öv csatot helyeznek a biztonsági öv csatlakozójába, ami által
a műszerfal nem adja ki ezt a sípoló jelzést, és ezáltal saját magukat csapják be, hiszen mégiscsak biztonsági öv nélkül közlekednek, és egy baleset során így nagyobb esély van a személyi sérülésre. A jelen ellenőrzés során is találkoztunk már ilyen megoldással. Az akció idején nagy hangsúlyt kap az alkoholfogyasztás ellenőrzése is. A rendőröknek rendelkezésükre áll az a hitelesített eszköz is, mely pontos adatokat mutat, így ittas vezetés esetén azonnal elvehető a vezetői engedély. Tapasztalat, hogy a biztonsági öv használata baleseteknél életet menthet, épp ezért egyre többen használják is azt. Sajnos az elektronikai eszközök használatában már nem kedvezőek a tapasztalatok. Jellemző, hogy még mindig nagyon sokan használják azokat szabálytalanul. Előfordul olyan is, hogy annak ellenére is kézbe fogják a mobiltelefont, hogy van az autóban kihangosító. A megye valamennyi kapitánysága csatlakozott a nemzetközi akcióhoz. Szolnokon az Ötvös térnél, a Mártírok útnál és a Tiszaligetnél lehet leginkább találkozni ellenőrzéssel. Ez a kiemelt időszak szeptember 22-éig tart. Több mint 1540 diák dolgozott idén-nyáron a megye és a megyeszékhely közigazgatásában. Az elmúlt évekhez képest ebben az esztendőben több fiatal vállalt munkát a vakáció ideje alatt. A diákmunkaprogram a megyében csaknem 160 millió forintból valósult meg. Voltak, akik első alkalommal, de sokan visszatérőként harmadik, sőt negyedik éve vettek részt a diákmunkaprogramban nyáron. A fiatalok napi 6 órát dolgozhattak. A könyvtárban dolgoztam. Igaz, hogy átjöttem ide is a vizet osztani a nagy kánikulában, főleg idősebbek voltak egyébként a célpontjaink, és még helyet is biztosítottunk, hogyha esetleg megfáradnának a nagy melegbe, akkor le is tudjanak ülni a hűs aulába idelen. A programban 16 és 25 év közötti fiatalok vehettek részt. A megyében 154 munkáltatóval több mint 210 munkaszerződést kötöttek az érintett hónapokra. A diákok az önkormányzatoknál, turisztikai szférában és a mezőgazdaság területén vállalhattak munkát. Ebben az évben rekordméretű támogatás állt rendelkezésre a diákmunkaprogram keretében. A tervezésnél azt láttuk és azt tűztük ki célul, hogy 1100 megyei diák foglalkoztatását tegyük lehetővé. Erre a Magyarország kormánya 138 millió forintot biztosított. Azonban azzal szembesültünk, hogy rendkívül magas volt az érdeklődés. Ezért úgy döntöttünk, hogy a gazdasági újraindítási foglalkoztatási alap segítségével a lehetőségeinket kibővítjük, tehát további 20 millió forint kiegészítő támogatást igényeltünk. Szolnokon csak nem 70 fiatalt foglalkoztattak a program keretében. A diákok egy része a polgármesteri hivatalban, a városi könyvtárban dolgozott, míg mások a volánnál kaptak lehetőséget. Az önkormányzat szívesen fogadja az érdeklődő fiatalokat, és minden évben várjuk azt a lehetőséget, amelyet a kormány biztosít annak érdekében, hogy minél nagyobb számban tudjunk diákokat bevonni az önkormányzati kötelező és nem kötelező feladatoknak az ellátásában. Ahogy az elmúlt években is tettük, most is egy közel másfél millió forint önerőt biztosítottunk azért, hogy minél többen dolgozhassanak. Nyilvánvaló több cél, illetve több oka van ennek. Szeretnénk, hogyha ezek a fiatalok, akik itt dolgoznak, majd a továbbtanulásuk után térjenek vissza a hivatalba. Az önkormányzatnál dolgozó fiataloknak 126 és 164 ezer forint között, míg a versenyszférában munkát kapó diákoknak 126 és 219 ezer forint között volt az átlag keresete. Október elején újra elindul az a Sláger pályázat, melynek segítségével a hazai egyesületek és alapítványok több millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak. A pályázat kiosztható keretösszege a tavalyi 9,3 milliárd forint helyett, idén több mint 10 milliárd forint. Olyan civil szervezetek is részesülhetnek a forrásból, akik csak 2020-ban kezdték meg működésüket. Már nem kell sokat várniuk a civil szervezeteknek. Október 4-én megnyílnak a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatai. Hangzott el a Kontaktem KSZ mai tájékoztató rendezvényén. Az alapítványoknak, szövetségeknek, szervezeteknek 30 napjuk lesz, hogy benyújtsák pályázataikat. A lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT látja.
Jó hír a pályázóknak, hogy a kiosztható keretösszeg 1,5 milliárd forinttal több, mint egy évvel korábban. Egy soha korábban nem látott összeg van a NEA-n belül most, 10,8 milliárd forint, ugye az idei összeg az 9,3 milliárd volt. Az október 4-én meghirdetésre kerülő pályázatok a jövő évi forrásokról szólnak, de azért hirdetjük őket ilyen korán, hogy minél hamarabb le lehessen őket hívni majd. Tehát ez egy pályázóbarát intézkedés. A helyettes államtitkár hangsúlyozta, nincsenek preferált területek, működési költségekre, szakmai programok támogatására egyaránt pályázhatnak. A civil életnek az a sajátossága, hogy nem a szakpolitikai oldalról kell megfogni, vagy szakmai oldalról, hanem arról az oldalról, hogy közösséget hoz létre, olyan tevékenységet végeznek a civilek, amely segíti mondjuk a rászorulókat, segítenek ételt kihordani, ugye önkéntes munkáról is van szó, sok esetben tudjuk, hogy idén van az önkéntességnek az éve. Tehát nagyon szerteágazó a terület. Nem lehet azt mondani, hogy valamelyik területet különösképpen ki lehetne, vagy ki kellene emelni. Mindegyik terület fontos. A lényeg az az, hogy közösség, értékteremtés, ez ami a civil életnek szerintem a fókuszában áll. Az országban 60 ezer bejegyzett civil szervezet van, megyénkben 2200, Szolnokon pedig 600. A mai konferencián több mint 100 szervezet vett részt. Szolnok megye jó elől helyezkedik el gyakorlatilag az első 10-ben, tehát élnek a lehetőséggel a jelszöknek, hogy Szolnok megyei civil szervezetek. A rendezvényen szó volt a városi és falusi civil alapról is, mely további 5-5 milliárd forinttal támogatja az egyesületek közösségi munkáját. Jelentős költség megtakarítást vár a Máva Jászki séren kedden átadott 3 pályakarban tartó géptől. A vasúttársaság a jövőre érkező utolsó járművel együtt összesen 25 millió 200 ezer eurót fizetett a korszerűsítésért. Mint az átadó ünnepségen elhangzott, az Ausztriában legyártott gépek a hazai kötött pályás közlekedés fejlesztésére irányuló kormányzati stratégia legújabb állomását jelentik. Íme az 1989-ben munkába állt, és íme a gyárból frissen kikerült legújabb úgynevezett rostagép. A MÁV ZRT 100%-os tulajdonában lévő MÁV felépítménykarbantartó és gépjavító Kft. Jászkíséri telephelyén egyelőre csak a vendégek kedvéért indították el a berendezést. A sínek alatti úgynevezett ágyazati anyag cseréje a szerelvények biztonságos futását garantálja. Ezek azért fontosak, hogy a megépített vasúti pályát fent tudják tartani, és azt a sebességet, amire ez a vasútpálya megépítésre került, ez folyamatosan tudja szolgálni a vasúti közlekedést, és ne legyenek késések, és ne legyenek üzemzavarok. A 3 bemutatott pályakarban tartó gépet és a jövőre érkező sínköszörűt összesen 25 millió 200 ezer euróért vásárolta Ausztriából a MÁV ZRT. A vasút egy drága üzem, ez amit ma itt láttunk, ez sem egy olcsó dolog, de sok pénzért sokat is vár a társadalom a MÁV Volán csoporttól, sokat is adnak. A MÁV 7600 kilométeres hazai hálózatának karbantartása kulcsfontosságú, amit ezekkel a gépekkel a korábbinál jóval gyorsabban, biztonságosabban és költséghatékonyabban tudnak majd elvégezni. A hazai kötött pályás közlekedés fejlesztése 2010 óta töretlen, és a jövőben is az marad. Mint elhangzott, a kormány az előttünk álló 10 évben 6000 milliárd forintot szán majd a MÁV Volán csoport korszerűsítésére. A tavaszi időjárás nem kedvezett a mezőgazdaságnak, jelenleg a napraforgó betakarítása zajlik, ami elmarad az átlagtól. Ez a tendencia szinte valamennyi gabonára jellemző. Rosszul indult a tavasz a Közép-Tisza vidékén. A hideg, száraz idő hátrányosan érintette az agráriumot, mondta a megyei agrárkamara elnöke. Jelenleg a napraforgó betakarítását végezzük, és a napraforgó betakarítása kapcsán elmondható, hogy sajnos a napraforgó sem hozza a várt átlagot, körülbelül egyharmadával van kevesebb. Tehát nagyjából egy 3 tonnát vártunk, és 2,1 tonna realizálható a napraforgóból. Az őszi káposzta repce az sem sikerült kellően jól. Ennek kapcsán a vetés területe a felére csökkent. A kukorica betakarítása az most kezdődik, de sajnos nagy a szórása. 1 tonna és 10 tonna közötti kukorica területek vannak.
szinte valamennyi gabona tekintetében termés átlagromlást tapasztaltak. Az Aszálytentú Ritva Jászlekó Szolnok megyébe, a Középcsisza vidékén, és ez súlyosan érinti valamennyi gazdatársamat. Az, hogy viszonylag jó eredményeket tudunk elérni, annak köszönhető, hogy nagyon komoly műszaki háttérrel rendelkezik az agrárium, az agronómus, a gazdatársaim. Emellett a szaktudás, a gazdák hozzáállása, a társ szervezetek segítőkészsége rendkívül sokat jelent számunkra. Az öntöző terület nagysága viszont nőtt, így azokon a helyeken, ahol öntöztek, rekord közeli termés eredményeket értek el. Ilyen a hibrid kukorica vetőmag előállítása is. Jó volt még a cirok termés, tette hozzá. Az elnök hangsúlyozta, hogy gépesítéssel, szakértelemmel versenyhelyzetben tudnak maradni. Évvégén lejárnak a stégbérleti szerződések, melyeket újra kötte a Kötivízig. Az érintettek hamarosan megkapják a tervezetet, a díj évi 20 ezer forintra, az időszak pedig 10 évre emelkedik. Az elhagyott, gazdátlan stégek bontását pedig a napokban kezdi a megbízott vállalkozó. Az országban 4 éve még 380 ezer horgászt tartottak számon. Mára 800 ezren hódolnak e szenvedélynek. Közülük sokan az Alcsi Holt Tiszán teszik ezt. Szerződésük azonban évvégén lejár. Az összes szerződés lejár évvégével. Leghosszabb azok 3-4 évesek voltak, de most szépen összevártuk mindet, és egy egységes eljárás szerint szeretnénk a újrakötéseket megtenni. Az új eljárásrend több mint 1000 tulajdonost érint. 1144 darab stéget vettünk, vagy szerepel a nyilvántartásunkban. Ezeknek egy jelentős része, amely ingatlan vetületében helyezkedik el, ugye alapvetően megkülönböztetjük a többitől, ők december folyamán számíthatnak arra, hogy megkeressük automatikusan a szerződésük meghosszabbításával. Néhány kivételtől eltekintve azért ezt hangsúlyozni kell, már most kaptak megkeresést azok a tulajdonosok, akiknél nem megfelelő állapotúnak találtuk a létesítményeket, 74 esetben küldtünk ki felszólítást. Az érintettek szeptember 15-ig kapnak haladékot a stég rendbetételére. Egy vállalkozó pedig már elkezdte a gazdátlan, elhanyagolt úszóművek felszámolását. Első körben 13-at bontanak el. Akik nem tudják megjavítani stégüket, ők is elbontásra számíthatnak, és a továbbiakban nem kötnek velük új szerződést. Az Alcsi Holt Tisza halgazdálkodási hasznosítója, a Tisza Horgász Egyesület arra törekszik, hogy minél örömtelibb legyen a horgászat. Közösségi stégek létesítésére kötöttünk megállapodást, ami annyit jelent, hogy olyan elhagyott stégeket karoltunk föl, amelyik jól megközelíthető, és olyan horgászok meg tudják a vizet közelíteni, akik nem rendelkeznek Holtisza környékén telekkel, illetve olyan ingatlan kapcsolattal, ahogy a szenvedélyüknek tudjanak helyet találni. Tervezik a versenypálya 7-800 méteres meghosszabbítását is. Az Alcsi Holtiszáért közalapítvány pedig megújította a Holtág kódexét, mely segíti a stég szabályozási terv végrehajtását, emelte ki a közalapítvány képviselője Petrás András. Nemes célból találkozott a zentai, halberstadti és a szolnoki Rotary Klub tagsága. A három szervezet partnersége hosszú évekre nyúlik vissza. A rotarisok alapvető célja humanitárius célú adományozás. Egy ilyen kezdeményezésnek lehettek részesei múlt hét szombat délelőtt a Tiszaligetben. Mentőautó szirénája csendült fel szombaton a kampusz parkolójában. Szerencsére ezúttal nem sürgős esethez kellett riasztani. A Halberstadti Rotary Klub két mentőautót adományozott a zentai kórháznak. A klubok nem először találkoztak egymással, barátságuk régre nyúlik vissza. 5 évvel ezelőtt egy rotaris barátunkon keresztül egy mentőautót ajándékoztunk Zentának. Megtudtuk, hogy ez a mentőautó elromlott, sajnos javíthatatlanná vált. Így úgy döntöttünk, hogy megnézzük, milyen lehetőség van.
és így szereztük ezt a két mentőkocsit. A zentai klub köszönetképpen ajándékkal fogadta német testvéreiket. A zentai csatát ábrázoló kép átadása után Gávri Szabolcs, a Rotary Klub Szolnok jelenlegi elnöke elmondta, nem csak Zenta városa lett gazdagabb, hanem mindazok, akik ebben az adományozásban részt vettek. Fejér Andor, Szolnok alpolgármestere hozzátette, a mai világban, amikor hajlamos mindenki a saját problémájára koncentrálni, fontos az ilyenfajta nyitottság. A Rotary, és a Rotary Klub Zenta is nagyon fontosnak tartja az egészségházak, a kórházak támogatását. Hát az egészségügyet támogatjuk mindenféleképpen, úgyhogy ez egy nagyon jó ötlet volt a Szolnok és a Halberstadti barátainktól, hogy ilyen mértékben támogassák városunkat, a kórházunkat. Tehát az egészségügyet támogatjuk, ezt jó dolognak tartjuk, és a jövőben is támogatni fogjuk az egészségügyet. A Zentai Rotary Klub egykori elnöke elmondta, már csak némi papírmunka és a szállítás hiányzik. Remélik pár nap múlva már munkába állhatnak a mentőautók. Pénteken különösen érdemes volt kerékpárral munkába menni, vagy iskolába. A bringás reggeli Kossuth téri megállópontján kávét, teát kaptak a bringával érkezők. Nyugat-Európa nagyvárosaiban már életformává vált a kerekezés, de Magyarországon is egyre népszerűbb ez a közlekedési forma. Nem jutalom, hanem lehetőség. Az Európai Mobilitási Hét népszerű rendezvénye a bringás reggeli, aki kerékpárral munkába, iskolába menet megállt a Kossuth téren. Ma reggel frissítő csomagot kapott. Kávét, teát, üdítőt lehet választani, illetve a szokásos péksüteményeket, kakaós csigát, sajtos pogácsát, lekváros buktát. De gondoltunk a legkisebbekre is, almát, meg kekszet is lehet választani nekik. A reggeli és a délutáni órákban Szolnokon már igazi nagyvárosi dugók alakulnak ki. Ilyenkor jóval gyorsabb bringával közlekedni. Rendszeres a bicikli használat. A megyeszékhelyen 60 kilométernyi kerékpárút szolgálja a biztonságos közlekedést. Gyakran látható az is Szolnokon, hogy van kijelölt kerékpárút az egyik oldalon, és a másik oldalon kerékpároznak. Sajnos ilyen előfordul. A gyalogos, kerékpáros, autós egymás mellett közlekedése eddig sem volt zökkenőmentes. A helyzetet tovább bonyolítja az elektromos kisjárművek elterjedése, de a bicikli az bicikli marad. Hát kérem szépen, könnyebb is itt Szolnokon kerékpárra közlekedni, főleg a csúcsidőben, valamint egy kicsit az egészségre is jobban hat, mint a autózás. Nyugat-Európa nagyvárosaiban egyáltalán nem ritka látvány az öltönyös nyakkendős kerékpáros. Életforma lett biciklivel iskolába, munkába járni. Nem az, hogy belül kocsizunk, mert nem leszünk tőle lusta és mindenettől. A kerékpár ideális közlekedési eszköz, hiszen átlagos városi távolságokat jóval könnyebb leküzdeni vele, mint személyautóval, vagy akár csak tömegközlekedéssel. Nagyon sokan kerékpároznak, és hála az Istennek életformaként működik a városban, mert hogy 60 km kerékpárút biztonságosá teszi ezt a típusú közlekedést. Egy átlagos kerékpár 2-3 teletank benzin árából beszerezhető, nem beszélve a további fenntartási költségek közti különbségekről. Elkövetkezendő 10-15 évnek annak kell szólni a koncepciónak, hogy minél több Szolnokit rávenni, akár ösztönzéssel, akár támogatások útján, akár csak az, hogy bővítjük a bicikli útvonalakat, a hálózatot bővítjük. A kerékpár reneszánszát éli szerte Európában. Népszerűségének számos oka, használatának még több előnye van. A környezettudatosság további terjedésével további népszerűség növekedése várható. Első nagy színpadi előadására készült a Szigligeti Színház. Pénteken este mutatták be Örkény, Kulcskeresők című darabját Csiszár Imre rendezésében. A darab különlegessége, hogy a Kossuth díjas író Szolnok 900 éves évfordulójára a város felkérésére írta a tragikomédiát. Az előadást védettségi igazolvány nélkül is megtekinthették. Hogyan válik egy lakás börtönné? Hogyan lesz az önállítás a túlélés eszköze? És hogyan éljük túl sikertelenségeinket? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket feszeget Örkény örökérvényű műve, a Kulcskeresők. Egy kulcs, ami eltűnik, és egy bejárati ajtó, amely hol nem záródik, hol nem nyílik.
Így kerülnek Fórisék új otthonának rabságába a vadonatúj bérház lakói. A folyton férjéért aggódó idegroncs Nelli, a leszállási bravúrokat hajkurászó férje, az otthonról menekülő lányuk, az állandó várakozásban élő szomszédnő, a fontoskodó ezermester és a mások magánéletében betegesen kotnyeleskedő férfi, aki mindenáron meg akarja oldani az idegenek problémáit. Két kulcs vagy egy kulcs, de valamelyik kulcs itt hele valahol, és mi azt meg is találjuk. Fórista pilótát Mihályfi Balázs alakítja. Én nem tudok más lenni, vagy jobb, vagy rosszabb lenni, mint amilyen a Mihályfi Balázs, nyilván abból építkezem. Az, hogy őrkénynek az abszurditásából fakadóan vannak humoros és vicces karakterei, azt meg a szöveg hordozza, tehát ott sem kell sok mindent hozzátenni. Én mindig azt mondom, hogy a humor forrása az inkább a szituációból adódik. Tehát a szöveg adja. Arra rápakolni örkény esetében szerintem nem kell. Ez az ötödik emelet! Jelenleg kurvák ezek a lakótelepek! Nelli a feleség szerepében Molnár Nikolett látható, aki először játszik örkény darabban. Még nem játszottam őrkény darabban, ez az első alkalom, de nagyon élvezem. Ezt egy nagyon-nagyon érdekes darabnak tartom, és szerintem annyira sok kérdést felvet, hogy én legalábbis annyit gondolkoztam a darab kapcsán. Szóval szerintem nagyon izgalmas lesz. Egy látszólag egyszerű történet, de maga a kulcskeresés is ugye egy szimbólum, és tehát sokkal többről szól, mint arról, hogy keressük a kulcsot. Nem csak rémképeket látsz, de zsarolsz a rémképeiddel! Fóris lázadó lányát a teátrum ifjú színésznője, Pertics Villő alakítja. Hozzám ez a Katinka karakter egyébként nagyon közel áll, mert azt már elmondtam egy korábbi interjúban is, hogy én tínédzser koromban, most sem vagyok túl öreg, de hogy amikor tínédzser voltam, akkor egy ilyen nagyon lázadó, nagypofájú, szemtelen csajszi voltam, legalábbis anyáékkal, máshol egyébként nem. Jó, a tanárokkal talán. De hozzám nagyon közel áll ez a Katinkának, ez a kimondom, ami a szívemen, az a számon, kiosztom ezt, kiosztom azt. A darab különlegessége, hogy a Kossuth Díjas írószolnok 900 éves évfordulójára a város felkérésére írta a tragikomédiát. A kulcskeresőket pénteken este mutatják be. Szeptember 15-től minden bérletes előadásra válthatnak jegyet a nézők online a jegy.hu oldalon keresztül. Aki esetleg nem vett bérletet, de szeretné megtekinteni az előadást, online is lesz rá lehetősége a szabad helyek függvényében. Bérleteket szeptember 30-áig a jegyirodában személyesen lehet váltani. Az előadások védettségi kártya nélkül is megtekinthetők. Már itt sem vagyok, a viszontlátásra! Kétszáz éves Richter család, ez a címe a Richter Flórián Cirkusz 2021-es előadásának. A nagyszabású jubileumi produkciót a szolnoki közönség vasárnapig tekintheti meg. A több mint 4 órás előadáson ugródeszka csoport, akrobaták, Pompom a bohóc, zebrák, Tevék lovak és Szandra az elefánt szórakoztatja a közönséget. Ő egy világhírű elefánt. Szandra a James Bond film Octopussy-ban is szerepelt. A 80-as években Pinewood Studio-ban, Londonban forgatták Roger Moore-ral együtt, és ő volt az az elefánt, aki a filmben a kastélynak a támadásánál egy ilyen hálóba húzta fel a rossz embereket. Ő itt Szandra, a Richter Flórián Cirkusz kabalája. A most 45 éves ázsiai elefánt a közönség nagy kedvence újra porondra lép. Ám idén utoljára, mivel hazánkban is betiltották a veszélyes állatok szerepeltetését cirkuszokban. Szandra és az Arany és Ezüst Bohóc Díjas igazgató közös produkciója a jubileumi előadás egyik fontos eleme. Jubileumi, hiszen idén 200 éves a Richter cirkusz. 1821 óta már feljegyzések vannak, hogy a Richter család a brandenburgi kapunál egy külcirkuszt üzemeltetett, és hát most van annak 200 éve. Azóta az évtizedek, évszázadok folyamán a Richterék valahogy úgy elvándoroltak Németországból Magyarországra, és az utóbbi 70-80 évben ugye itt Magyarországon vagyunk.
azt tudjuk mondani, hogy az utóbbi 25 évben, 27 évben ugye folyamatosan Magyarországon turnézünk már saját cirkusszal, és az elmúlt idők legjobb produkcióinkat mutatjuk most be ebben az évfordulóban. 65 fős társulat és 50 köztük számos egzotikus állat szórakoztatja majd a közönséget, a legkisebbeknek pedig a népszerű magyar bohóc okoz vidám perceket. Fellép a cirkusz dinasztia két ifjú tehetsége, az igazgató két gyermeke, Angelina és Kevin is. Richter Kevinnek az ugródeszka csoportja az most egy nagyon favorit top szám, ugye nyáron elnyerték Spanyolországba a Arany Elefánt díjat, első magyar artistaként, tehát nagyon büszkék vagyunk erre, hogy eleve egy ilyen zsáner számmal, az ugródeszka számmal, hogy ez sikerült nekik elérni. A Richter Florian cirkusz Magyarország legnagyobb utazó cirkusza. 50 kamionnal érkeztek Szolnokra. Stábunk először nyert betekintést a család lakókamionjába. Most duplájára van ugye kiszélesítve, ugye amikor benne lakunk, mikor a cirkusz áll, és ez úgy működik, hogy a padlózat, az először is ez így lesüllyed, és akkor jobbról-balról a két fal az így összetolódik, és azáltal a 2,40 m szabványméretet azt eléri. 7 hónapig úton vannak, fontos, hogy a lakókamiont az otthonuknak érezzék, fogalmazott Richter Flórián. A premier előadás csütörtökön este lesz, pénteken és vasárnap egy, szombaton pedig két előadás várja a szolnokiakat. Teltház előtt tartott előadás Szolnokon Magyarország első női híradósa, Bájer Ilona. A szolnoki közgazdasági szakközépiskolában érettségizett, a 60-as évek végén a szolnoki körzeti stúdióban dolgozott, a 80-as években pedig az akkori egyetlen magyar televíziós csatorna híradósa volt. Bájer Ilona 1967-ben kezdett dolgozni a Magyar Rádió szolnoki körzeti stúdiójában. Később pedig ő volt Magyarország első női híradósa. A Sipos téli iskolába jártam, ami a Tabánban volt, mert mi ott laktunk a Zagyvaparton, pont a művészteleppel szemben, és az nem Szolnok legjobb hírű negyede volt, és az iskola sem volt a legjobb hírű. Ennek ellenére már kiskorában színházi kritikákat írt és művészettörténetet tanult. Életét nagyban meghatározták általános iskolai tanárai. Szülei ragaszkodtak a szakmaszerzéshez, ezért a közgazdasági szakközépiskolában érettségizett, ahonnan jogi egyetemre ment. Egy újságíró iskolából válogatták be harmad magával a Magyar Híradóhoz. Először pécsi tudósítóként, majd budapesti híradósként dolgozott. Én 74. november 25-én aláírtam a szerződésemet, és azóta tévéhíradós, nem azt mondom, hogy vagyok, de lélekben még mindig az vagyok. Tehát az egy hatalmas iskola volt, egy hatalmas iskola, és 16 évig híradóztam, utána jöttek a szabad magyar választások, amiket mi úgy értünk meg, hogy a már szabad, idézőjelbetéve majdnem teljesen szabad tévéhíradóból, egy CNN mintájú, egész héten egy híradós híradóból. Mi nem akartunk szellemiségében egy rendszerváltás előtti pártok által irányított híradót csinálni, úgyhogy mi 1990 őszén 16-an felálltunk. Azt mondja, ha ma kellene választania, nem lenne tévés, sőt, a médiát is messze elkerülné. Azt a rohanás, azt az őrületet, amit én 16 évig kettő, majd három gyerek mellett csináltam, azt ma már nyilvánvalóan nem tudnám. Tehát az, hogy naponta három riportot készítünk, és 7:30-kor én még az Operaház színpadán állok, és egy kitüntetett művésszel beszélgetek, és mint az őrültek rohanunk be, és az utolsó záróanyag még belefért a híradóba 19:57-kor, ezt már fizikailag nem merném vállalni, szellemileg még biztos bírnám. Életét ma már a jótékonyságnak, az írásnak és családjának szenteli. Három gyermeke, három unokával ajándékozta meg. Igazi multikulturális család az övék, hiszen mindkét idősebb gyermeke külföldön telepedett le. Tamás osztrák nőt vett feleségül, Petra pedig Japánban találta meg az igazit. Ezért is íródott legújabb könyve, ami a hétköznapokat mutatja be a felkelő nap országában. 60 éves osztálytalálkozójukat tartották csütörtökön az Abonyi úti általános iskola volt diákjai. A 32 fős osztályból 12-en idézték föl gyermekéveik legszebb pillanatait a Centrum étteremben tartott találkozón. Ez volt az első osztály,
Itt volt az első osztály. Ezek voltunk az első osztályosak. Ez a fotó 1953-ban készült az Abonyi úti általános iskola elsőseiről. Az osztályban 40-en kezdték meg tanulmányaikat, végül 32-en ballaktak szeretett iskolájukból. 61. június 20-án végeztük a 8. osztályt, ennyien ballaktunk el, és ugye akkor kezdtük meg a nagybetűs életet, mindenki ment gimnáziumba, én például kereskedőiskolába mentem, mindenkiről tudtunk, utcán találkoztunk, hogy vagytok, nagyon nagy, alakultak ki barátságok. Nekem 68 éves barátságom van, de most nem tudott eljönni a barátnőm. Tehát mindenkinek alakult ki baráti köre, mindenkinek lett egy barátsága ebből, de akármikor jó szívvel találkozunk. Ugye lettünk anyukák, utána lettünk nagymamák, most már, és most már meg nyugdíjasak, boldogan éljük a nyugdíjas éveinket. Mindig is összetartó osztály voltak, ám az első találkozóra majd 40 évet várni kellett. Az első volt a legizgalmasabb, 38 év után találkoztunk. Hát egy 14 éves, meg ahhoz, hogy 38 elteljen, az már... Te ki vagy, úgyhogy izgalmas volt. Ott elmondta mindenki, hogy mi lett belőle, gyerekek, unokák, ilyenek. Az élvezetesebb volt. Már most idősek vagyunk, és már olyan sok új nem történik velünk. Az osztály már nem teljes, 9-en elhunytak. Mai találkozójukon 12-en vettek részt. Kedves nézőink, a Szolnok Televízió heti hírösszefoglalóját, a Szummát látták. Hírek Plusz című műsorunkkal hétfőn várjuk Önöket reggel 6 órától. Friss hírekkel pedig a szokott időben 19 órától. Tartsanak velünk. Kellemes tévézés, viszontlátásra!